A komáromi zsidó hitközségben megtartották a hagyományos hanukkai ünnepséget. A fények ünnepe alkalmából sokan érkeztek a menházba. A városunk béli résztvevők mellett a szervezők köszöntötték a széles régióból érkezett hittestvéreiket is. Az egyik legkönnyebben ünnepelhető zsidó ünnep a posztbiblikus ünnepek közé tartozik, tehát kevés olyan szabály vonatkozik rá, mint a bibliai ünnepeinkre, amelyeken tilos mondjuk filmet forgatni, vagy a mikrofonba beszélni, vagy utazni. Tehát ez egy nagyon könnyen ünnepelhető ünnep. Inkább azt jelzi szerintem, hogy újra össze tud jönni a közösség. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy 2 év kihagyás után újra összejöjjünk itt a menház épületében, és tanuljunk egy kicsit az ünnepről, emellett legyen zene és játszunk. A fő üzenete az, hogy a közösség még szerencsére létezik is él. A hanukia 3 gyertyáját Rudas Dániel, a Dohány utcai zsinagóga kántora gyújtotta meg, és énekelte el az áldást. A hanukáról és az ünnep mai aktuális üzenetéről Puruc Ákos nyíregyházi rabbi beszélt. A hanuka csodája arra tanít bennünket, hogy változik a világ, és a modern dolgokat is befogadjuk, de ezzel együtt másik oldalról meg kell őriznünk a hagyományokat, és akkor tudunk igazán teljes és boldog életet élni, hogyha mindenki a saját hagyományához kapcsolódik. A komáromi hanuka ünnep a Hamsa zenekar kiváló koncertjével folytatódott, melyen ismert és közkedvelt, nem csak hanukai melódiák csendültek fel. A vidám délutánt tombola zárta, majd a résztvevők finom falatokat kóstolhattak, amelyek közül a hagyományos hanukai édesség, az olajban sült fánkok sem hiányoztak.